No hát, üdvözöllek titeket, srácok! Egy újabb, illetve nem újabb, hanem a csatornán az első ilyen videóból, ugyanis ez egy betekintés videó lesz, egy elég régi 2006-os vagy talán 2007-es játékra, ami nem más, mint az Overlord. Egyébként el kell, hogy áruljam, annak idején ez a játék nem ragadott meg annyira, mint mostanában. Viszont az a helyzet, hogy mivel ugye nemrégiben volt egy gépújra telepítésem, így elveszett a mentés, így kellett egy külön profilt csinálni ahhoz, hogy videót megcsináljam. Egyébként nagyon örültem neki tényleg. Minden előről, az elejéről. De hát ez van. No és mint azt láthatjátok, a képi világ nem épp a leg... hogy fogalmazzak... modernebb, mivel lejjebb kellett vennem a grafikát a normális futtatás érdekében. Ez sajnos részemről egy hatalmas trükközéssel fog járni, de igazából nem megoldhatatlan a probléma, úgyhogy vágjunk is bele és nézzük meg, hogy mit tartogat ez az amúgy nagyon szuper adventure játék, vagy inkább RPG. Mondjuk nem ártott volna kicsit utána nézni, de most akkor ez így lesz. Master, evilness truly suits you. Let us go forth. There are nefarious deeds to be done. I feel the land quaking with fear already. Jó, akkor hát... 18 FPS-sel még igazából el lehet szórakozni, de... közlöm, hogy ez inkább csak felvétel közben jön így elő. Főleg amiatt, hogy nincs levéve a grafika, azt nem tudom, hogy lehet-e játék közben display. Hát nem igazán. Ahogy én azt nézem, szóval ez most így fog maradni. Illetve, ha jól látom, ezt kipróbálhattam volna természetesen, mert úgy néz ki, hogy a játék futtatható kontrollerrel. This cavern is the spawning pit, sire, where new minions are born and live. Now you are here, you can call forth minions from this minion gate. Szóval a shift-tel le tudunk hívni, illetve elő tudunk hívni az ilyen gödrökből minionokat. Ezt azt hiszem már most meg is tehetem, szóval álljunk neki, és akkor a jobb egér, shift és jobb egér kombinálásával így előhívunk minionokat. Let us continue. Follow me if you wish to study the finer points of combat and minion control. Of course, if you want to get straight to the smiting, then I shall meet you in the throne room upstairs. Igazság szerint egyébként a játékban azt hiszem elkerülhető egy tutoriál. Unless you give them a taz. Hát nézzek csak körül, mielőtt utánad mennék. Nem szándékozom egyébként a játékból végigjátszást csinálni, csak... hogy is mondjam nektek? Ez egy demonstráció, hogy igazából ilyen is volt. Bár igazság szerint korához mérten kicsit futhatna jobban is. Throwing a few fireball
kobolds and causing chaos. Proper evil takes skill and maybe, well, just a bit of mayhem. I think the Sleeping Beauty's a little rusty. Okay, és akkor most... Oh, our jester, sire. I really should have nailed him out for the crows long ago. Teach him to respect his overlord. Aha, értem. Szóval oda kell mennem, és a space-szel úgy megcsapkodom, ahogy csak illik. Oké, okay. Milyen jó pörgéseket csinál. See? It's all coming back now. Evil is not something you just forget. Come on, you metal lump! You're giving evil a good name! Look at him run! Focus your energies, master, and you can hit a moving target with... That's it! Now you've got him! Szóval tudom követni is, hogyha shiftet lenyomom. Nem nagyon szeretem végigcsinálni a játékban egyébként a tutoriálokat, mert elég szájbarágósok. De ahhoz képest stílusosak egyébként. Okés. Na szóval a következő a helyzet. Ha megtalálom ezt a fickót, aki most jelenleg nem nagyon látszik az alacsony grafika miatt. Rásiftelek, és a bal egérrel ráküldöm a minyonjaimat, és ők pedig szépen lepofozzák, amennyire csak lehet. Oda már ők se tudnak menni. If you need your minions to follow a complicated route, then you must sweep them through it. Aha. Szóval mind a kettő gombot. Értem, szóval... Lenyomva kell tartanom, és vezetnem kell a minionjaimat, akik most jelenleg túlmentek. Hú, ez egy kicsit azért mehetnek ördülékenyebben is. De nem rossz egyébként. Don't let him get away, sire! Sweep your minions after him! Bet he'll whittle himself silly! Megint ugyanazt kell megismételni? Vagy pedig most már... Aha. Nem, nem tudok felmenni hozzá. Akkor azt kell megismételni, amit az előbb is. Nyerünk, kedves minyonok, szaladjatok és kapjátok el. Egyébként ez nem mindig egyszerű, mert az ember eléggé könnyen elereszti az egeret. Adjatok neki. You're ready, master. Accompany me to the throne room. Evil deeds won't do themselves. Feel free to beat him further if you wish. Okay, és akkor mostantól szépen mehetünk a trónterembe vissza. Amint betölti a játék azt. Your throne room, sire. Alas, one cannot be a bastion of evil these days without wretched heroes lining up to prove themselves. That last lot were particularly bothersome, killing your predecessor like that. Still, you're here now, sire. Evil will always find a way. They also looted and destroyed much of the tower.
but it's merely a setback for the forces of darkness, sire. You are our new overlord! Rebuild your tower, punish those so-called heroes, and re-establish a dark domain. This is the tower portal, sire. Sadly, it's missing its power source, the tower heart. However, there's still a tiny bit of energy left. It's just enough to transport you to the last known location of the heart. When you're ready, sire, step through the gate. I shall meet you on the other side. És srácok, gyakorlatilag innen veszi lényegét a játék. Mégpedig, hogy az egész mindenséget újjá kell építenünk. Ehhez elsőként ugye a torony szívét kell megszereznünk, ami egy hatalmas gömb, és bele kell lépnünk a portálba, aztán majd meglátjátok, hogy mi a következő, innentől elteleportálnak minket valahová. Ahol gyönyörű szép a grafika. This tranquil wilderness, so rural and idyllic. Hideous, is it not? Try not to inhale it, my lord. You can summon your minions from these gates. They are ancient arcane links between your tower and this land. Currently, you can only summon browns. You must find the other lost minion tribes before you can summon them. Perhaps we may recover some of our looted tower objects in this lush, verdant abomination. Okay, so well, akkor nézzük meg minionjainkat. Brown minions are your main fighters. They will happily die, so you don't have to. És egyébként innentől, hogyha több minyont szeretnénk idézni, mindjárt el is mondja a kedves barátunk. But you can still harvest life force from them. Remember, life force equals minions. Return to the gate to call more to your side. Innentől ráküthetjük őket a birkákra, akár az összeset. És ez azzal jár, hogy beautifully bring you anything they find, like this life force. Ez azzal jár, hogy lesznek összegyűjthető életforrásaink, ahogy a játék nevezi őket. Örülnék, ha befognád a szádat, épp beszélni próbálok. Oké, szóval egyébként közben körülnézhetünk a pályán is akár, mert ez lenne az egyik lényege a játéknak. De öljünk meg még néhány életforrást. Egy is elég egy ilyenre, ugyanis a bárány talán nem öl meg még senkit. Így. És akkor gyakorlatilag hetet gyűjtöttünk be. Szóval... Jó számom, igen, hetet gyűjtöttünk be, és... Ez letárolódik egyébként itt, de az a helyzet, hogy egyelőre nem tudjuk előhívni a minionokat, hanem megpróbáljuk ide ráküldeni. Oda. Mondom. Jó. Akkor haladjunk. Bár ha jól látom itt, akkor valamit lehet azzal kezdeni, vagy nem. Nem, mert nem tudnak bemenni a vízbe. Oké, adjunk még néhány ilyen báránynak. These urns ahead may yield something beneficial. There's nothing minions like more than breaking things. Well, apart from killing things. Rendben. Ebben sajnos nem volt semmi. Pedig azt hiszem, az ilyenek rejtenek néhány apró holmit. És ehhez mindenképp 5 minion kellene. Mi van, hogyha megpróbálok hívni elő? Megy az. Use all your minions on that pillar,
and they will work together to move it. Jó, tehát nem kell shiftezni, hanem egyszerűen csak ráküldeni őket. Jó, ezt megjegyzem. Halflings took over my farm, tied me up in the sun to scare the birds. Now, those pumpkins are plotting against poor Bob. They want revenge for all the pies I made, and the soup, and the jelly, and the ice cream. I hear the pumpkins whispering at night, but I won't leave my farm to the halflings. Oh no, they're worse than the pumpkins. Please help get Bob's farm back. Oh. Your creatures ain't related to pumpkins, are they? Hát, barátom, nem sokáig lesznek tökjeid. Even the birds laugh at me. Adjunk nekik. Szépen átkelünk ezen a tök mezőn, még pedig úgy, hogy szétverjük az összes létező tököt. És nem sokára jönnek a kis barátaink is. Azt hiszem egyébként lehet épületet is rombolni. Ez mindjárt ki is derül. Na igen, nem tévedtem nagyot. Szétszették teljesen az épületet szinte. Viszont, aha, lesz-e neked? Oh, you better get going, Sonny. The path beyond my house leads to the village of Spree. Oh, I bet there are more of them fat little demons about, so be careful. Nem tudom, mit örülsz egyébként. Oké, hordókat széttörni. Fix me fine. Maybe grow marrows instead. Yeah, marrows don't talk so much. Gyertek vissza szépen hozzám. Rendben, akkor menjetek szépen, és nézzétek meg, hogy mi van azokban. A népművészeti agyagedényekben, nem akartam csúnyán fogalmazni. Aha. Hagyjunk ezeknek, úgyse lesz rájuk szükségünk, és igazából csak akadályoznának. Bár egyébként lesznek ebben bonyolultabb küldetések is. És megvan a torony szíve, úgyhogy... Annyit dumál ez a... drágosság, hogy komolyan mondom, már kezd az agyamra menni. Mindig közbe beszél a mondandómnak. Your minions will carry it for you, master. Being the overlord means never having to lift anything heavy. Oké, és elvéletileg, igen, 5 minion tökéletesen elég lesz az, hogy elvigyük a torony szívét vissza a helyére. Így innentől már csak követnem kell őket hazafelé. És megoldódik a dolog. Aztán a küldetés után persze lezárom a videót is, srácok. Igen, rövidítést találtak. Ezt valószínűleg én fogom most így ledönteni nekik. Tök jó, mehettek is. Keep up with the other minions. Giblet, I see you pretending to hold it with one claw. Hold your share, Gubbin, you useless sack of pus. Remélem azért figyelitek, hogy magyaráz keményem. Oké, és a torony szíve a helyére került. Ezt még gyorsan megnézzük, hogy mi is történik, hogyha visszamegyünk, aztán utána... Ennyi is volt a videó, én szerintem. Már csak azért is, mert alacsony FPS-sel gyártódik. Remélem ez nem lesz annyira zavaró, ezt következő betekintő videókra azért kijavítom. It will allow you to visit the tower whenever you wish and provide access to all of the tower's resources. And look! It seems to have bestowed a little gift upon you, sire. You can now control 10 minions.
and it seems to have retained one of its spells. The fireball spell. Robust fellow. Might have known he'd make it. I'll teach you how to use him when the need arises. But I urge you, sire, find more of our missing tower objects. A crane would be particularly handy. Then we could clear the debris around here. Open up some rooms. Unfortunately, I am not the evil entity that I once was. I cannot take the feeling. Jól van, lenyomom a tavat, és legalább így abba hagyta a beszédet, mert egy kicsit már kezdett tényleg az agyamra menni. Túl sokat beszél egyébként, talán ez az egyetlen, ami idegesítő a játékban, de amúgy le a kalappal, legalábbis így újból előszedve nagyon jó. Régen tényleg nem nyerte el a tetszésemet, most viszont lehet, hogy nekiállok és végigviszem, ha csak nem szúr ki velem a Steam úgy, mint eddig. Viszont ez a videó ennyi lenne, remélem tetszett. Ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, osszátok meg Facebookon, Twitteren, meg ahol még helyet találtok. Hamarosan találkozunk a következő betekintő videóban. Addig is köszöntöm a figyelmet, sziasztok!